Kedves vendégeink! Fogadják sok szeretettel az 5. évfolyam karácsonyi műsorát. Isten meghallgatta a könyörgő fohászt, s elküldte a földre egyik főangyalát. Vigye el a jó hírt, jön már a nagy király, ki lelki raboknak szabadulást kínál. Szabadok lesznek, majd újra az emberek, bűnátka elmúlik, könnyük már nem pereg. Gábor angyal leszel, Názáretbe röppen, belép egy kis házba, hangtalanul csöndben. Mária lakik ott Józsefnek igyese, Isten szeretettel van tele a lelke. Napjai imában és munkában telnek, tisztaság és jóság mindent megszentelnek. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, égi atya előtt te vagy nagyon kedves. Elküldött most hozzád, jó hírt hoztam néked, az asszonyok közül kiválasztott téged. Jön már a megváltó, Isten azt akarja, telé drága fia, kedves édesanyja. Fogadd el ezt az égi nagy-nagy méltóságot, s köszönd meg Istennek a végtelen jóságot. Köszönöm, jó angyal, hogy hozzám eljöttél. Kedves szép szavakkal engem köszöntöttél. Repülj gyorsan vissza az egek urához, borulj le előtte égi trónusához. Mondd meg neki, kész a szívem, s bár nem vagyok méltó, Isten anyja leszek. Körülveszem én majd anyai gondommal, vezetgetem útján segítő karommal. Magasztalja lelkem az én uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, lepillantott rám, alázott az engi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze. Jóságában százszor szent az ő neve. Kedves jó édesem, nagyon rossz hírt hozok. Ezt a csendes kis házat holnap itt kell, hogy hagyjuk. A római császár azt parancsolta, legyen népszámlálás az egész országban. Mindenkinek el kell oda menni, ahol valamikor születtek ősei. Készüljünk hát gyorsan, induljunk el hamar, időben ott legyünk, ne támadjon zavar. Messze van Betlehem, s nagyon sokan lesznek, akik oda mennek, mind szállást keresnek, de azért remélem, nekünk is jut majd hely, hisz van sok jó ember. Befogadnak minket, meleg helyet kapunk, hol békésen, csendben megalhatunk. Szállást keres a szent család, de senki sincs ki helyet át. Nincsen, aki befogadja, őt kiégnek, s földnek ura. Az idő már későre jár, a madár is fészkére száll, csak a szent szűz jár hiába, Betlehemnek városába. Fáradtan, bágyattan elindulnak, szemük a sötétben hajlék után kutat. Jaj, nehéz dolguk lesz, mert itt a pusztában nem laknak emberek, nincsenek itt házak, csak szegény pásztorok tanyáznak kint az éjjel, halovány pásztortűz, hint szeiden fény széjjel. Munka után megpihennek, csendben beszélgetnek, ami nappal történt, meghánynak, megvetnek. Napi munka után, de jó megpihenni, minden gondunkat elvetni. A nyájak is pihennek, most nyugodtak vagyunk, sok fáradtság után új erőre kapunk. Bizony nehéz sorsunk, hisz nem henyélhetünk, egész nap menni kell, mikor legeltetünk. Bezzeg a nagyőek, mi jó sorban élnek, és még ráadásul minket úgy le is néznek. Mennyi rossz ember van, Betlehemben jártam, és úgy elszomorított, amit én ott láttam. Nagy álmodt a sürgés, s milyen a tolongás, most van a hirdetett nagy-nagy népszemlálás.
Én is ott bent voltam, s jól körülnéztem. Gazdagok házai ragyognak nagy fényben, de a szegénynek szállást ott nem adnak. Ki őket megszállja, arra nem akadnak. Azt a szegény embert is úgy megsajnáltam, akivel az úton összetalálkoztam. Názáretből jött el feleségével, szállásért könyörgött szép szóval, de Betlehemben őket senki meg nem szánta, csak egy istállóban találtak szállásra. Mondjátok, meddig tart az emberi gonoszság? Mikor jön el az idő, amikor a jóság lesz már úr a földön? Mikor jön el végre a megváltó Dávid király vére? Atyáink Istene, egykor megígérted, hogy nem hagyod magára szegény árva néped. Küld már a megváltót, küld a nagy szabadítót, adj ránk nyugalmat, árasszánk égi jót. Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk őrangyalát, bátorítsa szívünk vágyát. Adjon Isten jó éjszakát, adjon Isten jó éjszakát. Az imádság után szépen lepihennek, békésen alszanak a pásztor emberek, szerte a pusztában, csend van, pihen minden, a szellő sem suttog, a levél sem zizzen, nem hallik semmi nesz, kín a sötét éjben, halványan pislákol a pásztor tüzek fénye, éjfélkor hirtelen meghasad az ég, elönti a földet hatalmas fényesség, sebeszárnyú angyal sok-sok száll a földre, boldog énekükkel Isten dicsőítve. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek, békesség földön az embernek, békesség földön az embernek. Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, békesség, békesség embernek. Ébren vagyok, vagy álmodok? Valóság ez, vagy álom? Hé, pásztorok, hallottátok? Angyalok szólnak hozzátok. Milyen fény van az égen, nem láttam ilyet régen. Mi is halljuk az éneket, melengeti szívünket. Ó, hála, hála, megszületett a világ messiása, menjünk imádni őt. Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntés mondanak kisdednek, kiváltságot hozott az embernek. Angyalok szózata minket is hív, értse meg ezt, te hát minden hűszív, a kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hit pásztorok magasztaljuk. Énekelve vígan, ők is útra kelnek, földre szállt megváltót köszönteni mennek. Azon az éjszakán, mikor megszületett a kis Jézus, még valami különös is történt. Erről mesélünk most nektek. Egy kis madár, Tirilú volt a nevem, aki egy öreg bütykös fellakott, az éjszaka közepén felébredt és körülnézett. Valami különlegeset érzett, maga sem tudta mit. Eszter csak megpillantott az égen egy olyan nagy csillagot, amilyet még sosem látott. Úgy tűnt, mintha sugaraival pontosan az öreg istállóra mutatna. Tirilú ezt gondolta. Ott valami rendkívüli esemény lehet. Megpróbálom kideríteni, mi van ott. A fal réseiből fény sugárzik.
Ez nagyon furcsa ilyen késő éjszakán. A kismadár oda repült az istállóhoz. Egy nyílás keresett a gerendák között. Végül is talált egy rést, mely pont elég nagy volt, hogy átbújhasson. Amit ott bent látott és hallott, az gyönyörű volt. Egy kis idő múltán visszarepült a kismadár a fájához, és felébresztette Vust, a mókust, mely ott lakott az odujában. Ébredj fel, Vus! Valami fontosat kell mondanom. Tirilú nyugtalanul ide-oda repkedett az odu előtt, míg végre a mókus kidugta a fejét, és megkérdezte. Mi van, Tirilú? Miért keltesz fel az éjszaka közepén a legszebb álmom? Képzeld el, Vus, ma éjjel született meg az a gyermek, akire az emberek már oly régóta várnak. Igazán? Hol van? Az istállóban fekszik a gyermek, jászolban, szalmán és szénán. Én magam láttam. Jézus a neve. Ezt az ökör és a szamár mesélte. Vele van Mária, az édesanyja, és József, az apja. Akkor én mindjárt odaugrok. Állj, ne olyan gyorsan, Vus. Meséljük el a többi állatnak is, hadd nézzék meg ők is a gyermeket. Igazad van, Tirilú. Repült körül a teret, és hirdesd meg mindenhol a jó hírt. Minden állat jöjjön a nagy kőhöz, ott találkozunk, és együtt menjünk az Isten. Sietek, már röpülök. Én pedig amilyen gyorsan csak tudok, a kőhöz ugrálok. A többi állatra. Jaj, csak a füleim nem nőttek volna ilyen kajlán, mint két ecset a fejemen, úgy néz ki. Mindig is szégyeltem a többi állat előtt. Vajon a gyermek mit fog szólni hozzá? Is van, tüske a sün. Igen, igen, tüske sün, csak a tüském miatt vagyok olyan szomorú. Senki sem mer közeledni hozzá, mert mindenki fél, hogy megszúrom. Vajon a gyermek hogy fogad majd engem? Az erdő széléről közeledett Hoppi, a nyuszika sántikálva. Szervusz, Hoppi! Te is velünk jössz az istállóhoz. Kificamodott a lábam, nem tudok már ugrálni, de akárhogy is van, ha sántítok is, azt a gyermeket látnom kell. Hallottam, Hoppi, nem tudsz már ugrálni. Gyere a karunkra, majd mi elviszünk, nem kell tőlünk félned. Igazán? Ezen az éjszakán minden állat segít a másikon. A medvék lehajoltak, és óvatosan a karjukba vették a nyuszit. Jó, hogy ilyen erősek vagytok. És
semmiség. Veletek jövök, de mondjátok meg nekem, mit csináljak én ott a jászolnál, még a többi madár dalol. Az én köszörű hangomtól biztosan megijed majd a gyermek, én sajnos nem tudok szebb hangot kiadni. Kár! Kár! Közelebb, Léla, ne félj! Igazán jöhetek, én annyira örülök a kisdennek, de félek a nagy állatoktól. Ne félj semmitől, ma éjszaka békében van minden állat. Nézd csak oda, míg a farkas és a bárány is együtt jönnek. És tényleg, ki jön ott az erős farkas mellett? Bolyhos a bárány. Így bizony, ma nem menekül el előlem senki, ez olyan szép. Be, örülök a gyermeknek, egész közel megyek a jászolhoz, hogy majd megmelegítsem őt a puha gyapjúval. Ezen a varázslatos éjszakán minden állat békességben és szeretetben megfér egymás mellett, remélem tőlem sem félnek a ravasságaim miatt. Veletek megyek, de várjatok, megmosom ezt az almát, és elviszem neki ajándékba. Nem nagy dolog, de szívemből adom. Utoljára a kövér kacsa érkezett döcögve, levegő után kapkodva, és így szólt. Időben érkeztem, én nem tudok olyan gyorsan futni, azért veletek mehetek? Természetesen, hogy is gondolhatsz másra? Ott jön Tirilú, ő majd mutatja az utat. Gyertek mindnyájan! És az állatok egy hosszú sorban menetelve vonultak az istálló felé. Tirilú a kismadár, Tüske a sűr, Hoppi a nyuszika, Brum a medve, Kár a holló, Léla az őz, az erős farkas, Bolyhos a bárány, Ravasz a róka, Masi a mosó medve, és végén Döci a kacsa. Már megérkeztünk, ebben az istállóban fekszik a gyermek.
De az ajtó zárva van, nem látok semmit. Kár, kár, most mit tegyünk? Majd kaparászok az ajtón, valaki meghallja és kinyitja nekünk. Így is történt. Lassan, nyikorogva kinyílt az ajtó. Én olyan kíváncsi vagyok. Nézzétek, milyen nagy fény ragyogja körül a kisdedet. Vajon ki ez a sok idegen? Barátaim, látjátok ezt a mennyei csodát? Angyalok, pásztorok is tudomást szereztek az istállóról és a kisdedről. Hallgassuk meg, mit mondanak, vagy miről mesélnek. Az állatok alig mertek megszólalni. Ott feküdt a jászolban, szalmán és szénán a kisded. Mária és József látta kint az állatokat, és mindjárt tudták, miért jöttek. Barátságosan befelé hívogatták őket. Az állatok egy kicsit furakodva igyekeztek a jászolhoz jutni, hogy jobban láthassák a gyermeket. József egyenként odaengedte őket, és jó ideig a kisdet közelében lehettek. Amint megérkeztek, áhíttal telve, a kis jászol előtt együtt térdelnek le. Itt van a kis Jézus, a hideg barlangba, mellette Mária és nevelő atya, s még a pásztorok a barlanghoz érnek, Mária altatót dalol a gyermekének. Aludja magzatom, napom fénye, életem egyetlen szép reménye, örömes stringatlak szívemből, óhajtlak, aludj, 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 fiacskám, rózsaszálam. Aludj, violám, én zöld ágam, örömes stringatlak szívemből, óhajtlak, aludj, aludj. Jó emberek, ti kik vagytok? Éjszakában kit kutattok? A kis Jézus aszképpen kiszületett most az éjjel. Akkor jó, hogy ide jöttünk, róla szól az üzenetünk. Angyal szóra járunk itt mi, Isten fiát magasztalni. Kicsi fiam, nézd rátok, nála kedvet találtatok, kicsi karját, szíját árja, szent áldását rátok adja. Édes kis Jézuskám, én olyan szegény vagyok, ajándékot ezért néked nem adhatok. Fogadd el hát kérlek, érted égő szívem, s még élek, szolgáljalak híven. Hideg az istálló, tudom szúra száma, mindkettőtől megvéd ez a meleg suba. Ez a cipó, túró, a reggelim lenne, felajánlom néked, te ég benne kedved. Olyan régen kértem egy szép pásztorsíbot, tegnap a nagyapó a városból hozott. Játszadozzál véle, nézd, én neked adom, hogyha elfogadod, boldog leszek nagyon. Ó kis Jézus, szent vezérünk, égi gyermek marad vérünk, áld meg a mi csendes nyájunk, amíg élünk, mindig áldunk. Téged köszönt a szóval, jászlat körül.
míg a pásztorok Jézuskát imádják, három nagy bölcs király otthagyva trónját, hosszú útra indul, elhagyva hazáját, hogy ő is köszöntse megváltó királyát. Nézzétek, társaim, talán már itt vagyunk, e hely fölött megállott vezérlő csillagunk. Azáb, de itt nincs más, csak egy kis istálló, ez a hely királyhoz semmiképp sem méltó. És az istállóban csak egy kisgyermek van, kit az édesanyja kardjaiban ringat. Igaz, kisgyermek csak, de én hiszem, tudom, nem hiába jöttünk e hosszú nehéz úton. Megtaláltuk végre, aki után vágytunk, ez a kicsi gyermek, a mi nagy királyunk. Jézusom, hitemmel lábad elé teszem, aranyam és minden földi kincsem. Gáspár király mellé én is letérdelek, hogy Jézusom, téged szívemből köszöntselek. Illatozó töményt ajánlok fel néked, cserébe árazd rám égi kegyelmedet. Afrika földjéről jöttem én el hozzád hódolni, ég is földi király, ezt a mérhet néked ajándékul hoztam, kérlek, emlékezz meg országodban rólam. Így adóztak Jézusnak pásztorok királyok, hogy utána sok-sok ember hódoljon urának. Az erdei állatok olyan jól érezték magukat, mint még sosem. Nagy békesség járta át szívüket. Mária örült, hogy az állatok is eljöttek gyermekéhez, Jézushoz, minden népek királyához. Kis idő múltán nagy örömmel és boldogan indultak visszafelé. Még álmomban se gondoltam volna, hogy én ezt átélhetem. Visszaúton a többi állat is örömhólyogásba kezdett, és egy sokszólamú dal harsogott a csendes éjszakában. Azután minden állat visszatért a nagykőhöz, ahonnan mindenki a saját útjára tért. Úgy örülök, hogy egész éjszaka trillelázni tudnék örömömben. Te is olyan boldognak látszol, Vús. Nem vagy már szomorú az ecset füleid miatt? Képzeld el, a gyermeknek különösen tetszettek a bojtos füleim, és nekem is tetszenek most már. Szerinted is jól állnak nekem? Nekem mindig is tetszettek, de te nem hitted el sohasem. Most elhiszem, a füleim szépek, és magam is szép vagyok. Jó éjszakát, ugrálok is haza. Képzeljétek el, mi jutott az eszembe a jászol előtt. Az én tüskés bundám valami egészen különleges és jó eszköz. Ha jön az ellenség, csak összegömbölyök, és nem bánthat senki. Örülök, hogy vannak tüskéim. Mosolyod a kisgyermek. Tudja, hogy mi bátortalanok vagyunk, és mindentől félünk, de ma örülök, és nem félek már. A
gyermek oly kicsiny és tehetetlenül feküdt a jászolban. El sem tudom képzelni, hogy egykor nagy és hatalmas lesz. De én most már tudom, mit kezdek az erőmmel. Segíthetek a gyengéknek, és megvédhetem őket. Te, Hopi, te már megint ugrálsz. Igen, mikor jászolnál voltam, és a kizedre néztem, olyan melegség áradt keresztül rajta, és azóta megint jól tudok mozogni. Nézd, még magasabbra tudok ugrani, mint azelőtt. Ez tényleg furcsa, de most már oda kell mennem a két bocsomhoz, biztos éhesen várnak rám a barlangban. A kis kezét nyalogattam, mint ahogy a gyermekemet szoktam. Mária megsimogatott, olyan jól esett. Be, a mai éjszaka tele vannak csodákkal. Itt ugrálok a farkasok szeme előtt, és nem kell félnem tőlük. Mindnyájan örülünk, és békések vagyunk. Bárcsak mindig így maradhatna. Nem ragaszkodtam, nem loptam tyúkot, a kisded rám mosolygott, ettől boldog vagyok. Milyen csodálatos egy gyermek, egy almának is örült, vagy lehetséges, hogy inkább nekem? Mindegy, hogy nem szólt cillázni és énekelni. A kisded nevetett, mikor meghallotta a reket hangomat. Neki tetszik a kornyikálásom is. Kár, kár! Háp, háp, háp! Én nem tudok olyan gyorsan menni, mint a többiek, de ez már nem nyugtanít. Az ember lassan egy célhoz jut, egyik lépés a másik után, mert az utolsó voltam, egy kicsit tovább maradhattam a gyermeknél. Háp, háp! Mikor már minden állat hazament, Tirilu a kismadár visszarepült fészkéhez. Fejecskéjét meleg tollai közé rejtve álmodozott a gyermekről, aki embereket és állatokat egyaránt szeret, és békét ad az egész világnak. Yeah.
Gyerekek, nagyon szépen köszönjük nektek a műsort. Nagyon csodássá tettétek nekünk ezt az utolsó tanítási napot. Külön köszönöm a felkészítő pedagógusoknak, azoknak, akik segítettek abban, hogy a díszlet így nézzen ki, és hogy ti így nézzetek ki, csodás jelmezekben vagytok. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, akinek bármi köze is volt ahhoz, hogy ez a műsor elkészülhetett. És az itt lévőknek és mindenkinek áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Találkozunk januárban. Köszönjük!